Következő vendégem dr. Herceg Anita, a Katolikus Caritas Jószolgálati nagykövete. Szeretettel köszöntöm. Köszönöm szépen a meghívást, én is szeretettel köszöntök mindenkit. Hát az apropója ugye a beszélgetésnek, a meghívásnak, hogy már két esztendeje, hogy Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke fölkérte a Katolikus Caritas Jószolgálati nagykövetének, és ez alatt a két év alatt is nagyon sok minden történt, és erről is fogunk beszélgetni, de menjünk egy kicsit vissza az időbe, hiszen úgy tudjuk, hogy ennek az életében azért nagyon fontos szerepet játszott a karitatív munka mindig is, és nem a Caritas az egyetlen, ahol kapcsolódik a jószolgálati területhez. Kezdjük talán a Regőci Alapítvánnyal. Hát a Regőci Alapítvány azért időben nem is olyan régi történet, hiszen a Covid idején, 21-ben, amikor a legszörnyűbb híreket hallottuk a Covidról, akkor határoztuk el a férjemmel, hogy valamit tennünk kell. Szinte mindennapos volt a híradásokban, hogy akkor már nem csak az idős, krónikus betegeket ragadta el a vírus, hanem fiatalokat, méghozzá sokszor fiatal várandós édesanyákat. Lehet, hogy ebben közrejátszott, hogy mi is akkor vártuk az első unokánkat, és hát létrehoztuk ezt a COVID-árvákat segítő alapítványt. Akkoriban 4-500-ra tették a COVID-árvák számát, sajnos ez később meghaladta az 1600-at is, 1650-et is. Úgyhogy feladat van bőven, és hát sokan még kicsi babák közülük, hiszen 22-ben is született még 3 COVID-árva. Úgyhogy sokáig van tennivalónk, mert azt határoztuk el, hogy felnőtt korukig mindenképp, de azon túl is, hogyha nappali tagozatos tanulmányokat folytatnak, akkor gyakorlatilag a tanulmányok befejezéséig, diploma megszerzéséig támogatjuk őket. Nem egy rövid távú segélyakcióról van hát szó, igen, hanem egy több éven, akár évtizeden áttartó munkáról. Miért lett Regőci Alapítvány a neve? Regőci atyának a könyvén nőttem fel, én is az Isten vándorán, de miért ez lett a névválasztás? Hát mindenképp olyan nevet akartunk, ami megkülönböztet minket más alapítványoktól. Fölmerültek különböző szentek nevei, de gyakorlatilag azt hamar elvetettük, és elég hamar rátaláltunk, hogy hát nem lehet más, mint Regőci Alapítvány, hiszen ha valaki ismeri Regőci atya életét, akkor tudja, hogy gyakorlatilag egész életében a árvák is tápolásával, gondozásával foglalkozott. Sok más mellett természetesen, de ez volt talán a leghangsúlyosabb az életében. Úgyhogy reméljük, hogy méltók leszünk erre a névre. De önnek nem csak az árvák fontosak, illetve nem csak velük foglalkozott ugye az élete során, hanem úgy tudom, hogy hospice tevékenységgel is foglalkozik. Erről is tudunk egy kicsit beszélgetni, hogy mit akar ez az önkéntesség, amit ön végez velük? Hát talán kezdeném azzal, hogy én szakmám szerint bíró vagyok, illetve bíróként dolgoztam gyakorlatilag egész életemben. Egyetlen munkahelyem a bíróság volt, de választanom kellett, amikor a férjem köztársasági elnök lett, hogy feladom a hivatásomat, és akkor tudok eleget tenni a First Lady feladatoknak. Egyértelműen éreztem, hogy bíróként pótolható vagyok, de hogyha a hagyományos First Lady-nek kiszabott diplomáciai feladatokat nem látom el, hát idézőjelben diplomáciai természetesen, illetve a karitatív feladatokat nem találom meg, akkor az egy hiány lesz. Én voltam az első hölgy, akinek ez a dilemma fölmerült, hiszen az elődeim nyugdíjasok voltak, illetve azóta is gyakorlatilag én vagyok az egyetlen elnök feleség, akinek gyakorlatilag dönteni kellett. De mindig szerepe volt korábban is az életemben a karitatív feladatoknak, csak talán nem volt annyi időm, és nem volt annyira hangsúlyos. Úgyhogy szívesen választottam ezt a megoldást, azóta sem bántam meg. Több féle szervezet megtalált, illetve volt, akit én kerestem meg, hogy szívesen dolgoznék velük. A hospice az csak az elnöki
feladatkör lezárulta után lett része az életemnek, mert el kell végezni egy tanfolyamot, és hát egy rendszeres heti egynapi feladatot vállaltam. Természetesen úgy tudok segíteni abban a kórházban, ahova én járok, hogyha számíthatnak a munkámra. Én heti egy nappal ebédidő környékén szoktam ott lenni, és hát lassan 2 éve végzem ezt. Én magam azt gondoltam, hogy ezt nem tudnám csinálni. És az elnöki időszakban több hospice intézményben, osztályon voltam látogatóban, és fokozatosan jutottam el odáig, hogy de igen, tudnám, és hogy ezt szeretném csinálni. Tehát, hogy igen, a legnehezebbet szeretném csinálni, amit addig úgy gondoltam, hogy nem vagyok rá képes, de most már szívesen nagyon csinál. Motiváló ezeket a gondolatokat hallgatni, és természetesen azt is tudjuk, hogy a Máltai Szeretett Szolgálatnak is jogszolgálati nagykövete Anita asszony, de 2 éve ugye a Katolikus Caritasnak is vállalta ezt a feladatot, és ez alatt a 2 év alatt is nagyon sok minden történt itt a Caritason belül. Mi az, amiért vállalta a Caritast, és mi az, amiért nagyon gyakran és aktívan vesz részt ezekbe a feladatokba, hiszen nagyon sok helyen volt már velünk, Kárpátalján, magyarországi helyszíneken, karácsonyi átadásokon és sok segélyakcióban. Mi az, ami ebben motiválja? Hát megpróbálom megfogalmazni. Nyilván csak úgy lehet csinálni, hogyha az ember szívesen csinálja. Azért csinálom szívesen, mert értelme van, tehát úgy érzem, hogy valóban hasznos, és segítünk, és megkönnyebbülést, örömet adunk. Az ember ebbe belekóstol, utána inkább azt mondom, hogy nehéz letenni, nem hogy nehéz kitartani. Tehát nagyon sok olyan élményben volt részem, ami nekem is sokat adott. Tehát ez nagyon nagy igazság, hogy nyilván annak is jó, akinek adjuk a segít, a élelmiszercsomagot, a iskolatáskát tele segítő tanszerekkel, de adni is nagyon jó és nagy élmény, és hát nagyszerű embereket ismertem meg, vagy dolgozunk együtt ezeken az alkalmakon, úgyhogy nekem is mindig egy nagy feltöltődés ez. Igen, és a kárpátaljai utakon is voltunk már együtt, ott úgy tudom, hogy személyesen is közel áll a szívéhez Kárpátalja, ha meg lehet kérdezni, hogy miért, akkor megkérdezem. Másrészt pedig, hogy mit tapasztal Kárpátalján, miért van ott szüksége erre a személyes szeretet átadásra, nem csak segélyek küldésére, hanem miért van szükség a mi jelenlétünkre? Igen, rokonaim élnek Kárpátalján, tipikus közép-európai történet a családom története. Apám felvidékről, Ung megyéből származik, és hát a első világháború után a hercegek a környező falvakban éltek, csak éppen az egyik falut ide csatolták, a másikat oda, a harmadik meg magyarországi részre hez került. Úgyhogy egyszer csak hirtelen úgymond külföldön találták magukat. Nagyon nehéz időszakot élnek át most a rokonaim. Folyamatos kapcsolatban vagyok velük így telefonon, és hát amikor kim voltam valamilyen szeretett szolgálatta, akkor mindig felkeresem őket, és hát próbálok segíteni, hát nyilván nem csak a családnak, hanem rajtuk keresztül tudom, hogy minek örülnének, mi az, amit a faluba is hálásan fogadnak, úgyhogy jó ezekben a segítő akciókban részt venni, és hát van, amikor orvosi segítséget viszünk, van, amikor iskolai felszerelést, ágyakat, amire éppen leginkább szükség van. Igen, és hát a vége felé közeled a beszélgetésben, hogy természetesen a személyes kapcsolódás az megvan az ön részéről, nagyon sok akcióban vesz részt, személyesen is eljön, részt vesz az átadásokon, bekapcsolódik a rászorulók támogatásába, de egy jó szolgálati nagykövetnek az is feladata, hogy kifelé képviseli ezt az ügyet.
És akkor ez lenne az utolsó kérdésem, hogy mit üzenne, mit fogalmazna meg akár a Caritas érdeklődők számára, a Caritas önkéntesek vagy támogatók számára, mi lenne az az üzenet, ami mint nagykövet eljuttatna a számunkra? Nagyon sok jó szándékú és segíteni akaró emberrel találkoztam, akik segítenének, de talán nehezebb megtalálni nekik a megfelelő formát, hogy mégis hogy kihez kapcsolódjanak. És hát a katolikus Caritas tevékenysége is olyan szerte ágazó, hogy mindenki meg tudja találni azt a területét a segítésnek, legyen ez hajléktalanok segítése, legyen az gyerekek, nehéz sorsú gyerekek támogatása, vagy egyszerűen csak a szegényebb családok felkarolása, vagy a környezetükben, a templom körül biztos, hogy találnak olyan feladatot, ami nekik is örömet ad, ami utána behúzza őket, és utána már nem is akarnak szabadulni ettől a feladattól. Hát nagyon reméljük, hogy nagyon sokakat behúz ez az ügy. Nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk, és tudtunk beszélgetni ezekről mélyen. Köszönöm szépen a meghívást.